Születtem Magyarországon, 77 éves vagyok. Neveltek haza szeretetre, hittem az Istenben is. Harcoltam két háborúban, túléltem az Istenbe is. Fiamból idegbeteg lett, nem bírta a váltásokat, és elnézem az unokámat, látom, hogy gyönge alak. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul. Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul. És ahogy magukat nézem, egyik sem beton kemény. Elszállnak az első szélre, mi lesz így, kérdezem én. Yeah!
folyat? Ki végeztette, akiknek szájú volt? Ki akarta folyatni egy egész nép vérét? És végül is eltiboltam hevel. Menjünk a rádióhoz, olvassuk meg a megveréseinket! Társaság miniszter tanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ez közvet az ország népével és a világ közvéleményével. Thank you.
tanulmányát. Miért kezdtük el ezt a napját? Egyszer nem is viszont előtt, válaszolta. A harc egész éjszaka volt. Ne szírjetünk, anyám! E föld oly polhanyó! E föld most is a hazánk, és bennyugodni jó! Ne szírjetünk, apám! Így pihenni béke! A szív mosolyog reám, mert megküzdöttünk érte. Budapest nyomokban menel, a forradalmára volt elfogtál, megindultak a kivégzések, az országból egyre többen vándorolnak nyugatra. Vannak idők, mikor menni kell, mikor feltűnik a ház falán a jel. Nem volt már egészen fiatal, és most úgy érezte, majd nem belehal. Mikor a sínek mellett állt egy hajnalon, azon a száz éves pályaudvaron. Elbúcsúzom, elbúcsúzom, ez a föld már nem az én otthonom. Elbúcsúzom, elbúcsúzom. Nagy Imre börtönbe zárták, és 1958. ötösdíjat kapott, végeztük. A tárgyaláson nem kellett megyen. Azt mondta, eljön az idő, hogy rövösebben lehet az a szolgáltat a tívjükben. Az ő és társai volt estén, a Rákosodre szóri köztemető 301-es parcellájában földelnék el, névtelenül és jelenlenül. Állottak az özvegyek, kik a holtapár puskáit ki a kezét adták. Állottak a gyerekek, ki búbócsigáig sarokba téve rohantak a tankok ellen. Állottak a diákok, kik a zsongó iskolából az utcákra rohantak. Állottak a munkások, kik testükkel harcolták meg az utcák harcát. Állottak a kivégzettek, akik már hitüket megvallották a falhoz jutott. Áldottak az öregek, kik merészebbek és bátrabbak voltak a fiataloknál. Végül sokára már felderengett a szabadság. Október 23-a a harmadik magyar köztársaság kikiáltásának napja is. Idén 20 éves a köztársaság. Mennyit ér a szabadság? Nem érti ezt a sok ember. Mi állat itt megint a tenger? Miért nem értek világrendnek? Egy nép kiáltott, aztán csendben. De most sokan kérdik, mi történt? Kitett itt csondó húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hevegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Igen! Ilyen nagy dolog a szabadság! Gondold meg, ki az, aki számít? Ki az, aki szeret? Túrja a földet, süti a kenyeredet, fűti a gyárat, veti az ágyad, és álmokat álmodik, bátor álmokat róla. Maradj hűséges a földhöz, maradj büszke, egyenes és bátor, maradj tiszta, romlatlan lélek, s ne fogj.